Székesfehérvár egyházközségei a hagyományt követve közösen ünnepelték meg Krisztus szent testének és vérének főünnepét, azaz Úrnapját, hogy együtt tegyenek tanúságot Krisztusba vetett hitükről, ezzel is megmutatva a keresztény hit egységét. A megyéspüspök az apostolok történetén keresztül a hit és a szeretet fontosságát hangsúlyozta beszédében. Jézus pontosan tudta, mi lakik az emberben, tudta, mi lakik Júdásban, tudta, mi lakik Péterben, tudta, mi lakik Jánosban, és tudta azt is, hogy az, ami bennük van, az kevés, ami őket a többitől megkülönbözteti, az az ő végtelen szeretete. Jézus szeretete, amely kiárad az apostolokra, amely rajtuk keresztül kell, hogy kiáradjon aztán minnyájunkra. Spányi Antal a világban történő események kapcsán kiemelte, hogy fontos, hogy mindenki megőrizze a hitét és a legfőbb emberi erényeket. A főpásztor a szentmisét követően ünnepélyes körmenetben hordozta körül az oltári szentséget a belvárosban, ahol 4 oltárt állítottak fel a körmenet útvonala mentén. A virágokkal díszített ideiglenes oltároknál rövid szertartást végeztek evangéliumolvasással, énekléssel és áldással. A körmenet első oltára a Szent Anna kápolnánál, a második a püspöki palotánál, a harmadik a Szent Imre templom Fadrusz keresztjénél, a negyedik pedig a Szent István hitoktatási és művelődési háznál volt.